Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint az oroszok gyors offenzívát indítottak Kursz térségében, de még nem értek el komoly eredményeket. Kurszki irányában az oroszok megkezdték gyorsan feszívájukat, ott körülbelül 60-70 ezer embert akarnak bevetni. Mi körülbelül 40 ezer emberről tudunk, gyors áttörést akartak elérni, de komolyabb sikereket még nem értek el. Katonáink hősiesen kitartanak és mindent megtesznek, ami szükséges a többi katonai és politikai lépésünkhöz. Idézte az ukrán elnököt az ukrajinszka pravda. Zelenszky hozzátette, hogy a Kurszki területen végrehajtott hadművelet eredményeként csökkent a támadások száma a Dombászban. Az elmúlt héten a helyzet helyzet irányában fokozatosan kiegyenlítődött. Például láthatjuk, hogy a Donbászban, illetve Pokrovszban a Kurszki hadművelet megkezdése előtt a felhasznált lövedékek száma 1-től terjedő volt, ma ez egy kettő és fél. Azonban még mindig több fegyverre van szükségünk, mint az oroszoknak. Összegezte tapasztalatait az ukránál.